az a szám, amit sokan ismertek, nem mondom a szövegét. Volt egy programunk, Frankie, mondd meg neki! Kézsász!
látod? Nézd rám! Ez az új Szerkó! Más a music, más a szöveg, más a név is! Ez a Szerkó! Fontos, hogy élek, látod, ha lesz a mondom. Csak a fejem, csak a fejem, csak a fejem, kongos.
sem, hova készülsz, ha véget ér a harc. Köszönjük szépen! Az utolsó szójogán elmondanám azt, hogy 1985 végén, közepén, mikor ezt a dalt megírtam, akkor fogta fel a szívem, a lelkem, hogy mi történt Trianonban. Tudjátok, Trianonban volt, hogy a területünknek, Magyarországnak a kétharmadát elvitték a mostani úgynevezett barátaink. A saját népünk a saját földjén, földönfutó lett. Ez egy harmada volt a mostani népességünknek. És akkor 21-ben megkérték az összes magyar költőt, koszorús költőinket, a legjobbakat. Még József Attila is írt, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Babits, mind írtak erről a magyar sors tragédiáról. De a legszebbet egy felvidéki kislány írta, aki akkor 15 éves volt. Ő azt írta, és én is beleírtam a szívembe. Hiszek egy Istenbe,
hiszek egy hazában, hiszek egy Isten érdek igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Az utcabál zenekarának szakszisát stírölte. Ez persze nem tetszett a dobos fiúnak, aki féltékenykedni kezdett. Így a világra szóló Lagdinak és az én mesémnek is. Itt a vége. Fuss el vére. De tudjátok, hogy mit mondott utoljára a dobos fiú a lánynak? Na tudjátok? Ciao! Wow.
Tell me why.
életemben először, de az organistám akkor a FM Fenyőméki elkiválta, mondjuk az a fiúk. Újra itt a nyár, kívánok sugár. Yeah,
velem együtt, amit én éreklek, énekeljétek vissza hozzám, így a fülembe. Köszönjük szépen az ünneplést!
Szeretném megköszönni a 16. kerületnek. Biztos tudjátok, hogy csak egy kerülettel rakom itt arrébb. Születtem itt a 15. kerületben. Itt jobbra mentek, aztán ott vagyunk Rákospalotánról születtem. Fatornyos hazámban. Szóval köszönjük, hogy meghívtatok ide erre a kerületi ünnepségre. Jöjjek a maszkodis! És köszönjük szépen a, nem tudom, hogy kik a támogatók, de a kerületnek a polgármester asszonyának is köszönöm. Természetesen nektek is, mert közakaratra is létrejött az a koncert, és legfőképpen a legfőbb támogatóknak, szponzorunknak, a Jóistennek. Uram Istenem, köszönjük szépen, hogy megáldottad ezt a bulit is. Mert tudjuk, hogy mindig szerettél, és mi is szeretünk téged. Áldott legyen örökké a neved Jézus Krisztusban, az Úrunkban. Egyszer mi leszik a bajnokok, és ezt fogjuk mondani, hogy olé, 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 Ládó! Erőben, egészségben!